14 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését várta a Komárom-Esztergom megyei Polgárőr Szövetség saját szervezésű táborába, ahol főként közbiztonság, bűn és baleset megelőzési előadásokat, programokat szerveznek. A szervezők nem titkolt célja, hogy az érdeklődő fiatalokból polgárőröket neveljenek. Azért próbáljuk megrendezni évről évre, hogy a fiatalokat, a gyerekeket minél több olyan programot, olyan széles dolgokat tudjunk nekik bemutatni a bűnmegelőzésről, hogy tehát a ifjú polgárőröket szeretnénk minél többet a jelen pillanati gyermekekből, hogy közénk lépjenek be. Elég nehéz a fiatalokat megfogni, ezért is próbáljuk egy ilyen tábor keretébe ez a 4 nap alatt, hogy minél több fiatal polgárőr legyen a megyének. A tapasztalat az, hogy elég lelkesek a fiatalok, tehát a 40 főből nagyon reméljük, hogy legalább egy 20-25 főt sikerül, mint ifjú polgárőrként megnyernünk. Elég széles a program paletta, föleli a közbiztonság, a katasztrófavédelem, illetőleg a környezetvédelem területét. Folyamatos előadások lesznek, a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési előadásokat fog tartani, a NÉBIH a parlagfű mentesítést tartotta fontosnak, ők erről fognak előadásokat tartani, illetőleg lesz tűzoltó bemutató is a gyerekek részére. Emellett természetesen szabadidős programok is lesznek, tehát tervezünk egy kirándulást, hiszen nem mindenki tatai, tehát én azt gondolom, hogy a gyerekeknek Tata nagyon sok szép látványosságot fog mutatni a vonatos kirándulásra. A bűnmegelőzés az, ami foglalkoztatja őket, hiszen ők most lépnek ki abba a körbe, amikor elindul a bulizós időszak, és mi is ezt tartjuk fontosnak, hogy tisztában legyenek azzal, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk a bulik környékén. Nagyon nehéz az utánpótlás a polgárőrségnél, és nagyon kevés fiatal van, kiöregedik a polgárőrség, és ezért próbáljuk beszervezni ezeket a fiatalokat, hiszen ugyanolyan ismeretterjesztő előadásokat tarthatnak, idézőjelben mondom az előadásokat, a baráti körben, akár a bulik után figyelemfelhívást folytathatnak a többiek felé.